December 12-én Kaposváron mérkőztek meg a környék dzsúdósai, köztük a nagyatádi fiatalok is, ahol kor, súly, illetve versenyrutin alapján rakták korcsoportba a gyerekeket. A nagyatádi dzsúdóklubot a nyáron ő vizsgázott legkisebbek képviselték, akik nagy vágtak neki a mérkőzéseknek. Korcsoportjában első helyen végzett horvát Balázs és Darabos Márk, Molnár Márió valamint Kovács Martin pedig a második helyet szerezte meg. A versenyről a többiek bronzéremmel távozhattak, így Balogandor, Horvát Luptyák Dominik, Haracsi Barna, Turi Tamás, Tálos Barna, Deák Dóra, Pauska Adrián, Kovács Nikolatt és Fórai Vanessa is a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Ezzel a legkisebbek is bizonyítottak, így látható, hogy a klubnak megvan a megfelelő utánpótlása és bázisa, ami nagyon fontos a további eredményességhez, mondta Boros Attila, a klub elnöke.